A Rávnica Csega Pámtiti Iszidor Hadnagyev című monográfia, melynek szerzői Dragisa Szlávic történész és Dejan Petkovic népzenekutató, Iszidor Hadnagyev alakjával, alkotásaival, művészi munkájával, díjaival és életútjával foglalkozik, aki Óbecse, Újvidék, sőt az egykori Jugoszlávia kulturális és zenei életének meghatározó személyisége, számos kórus vezetője, az Újvidéki Rádió népzenei szerkesztőségének szerkesztője, és mintegy 650 autentikus, eredeti népzene gyűjtője volt. A könyv úgy született meg, hogy Iszidor Hadnagyev fia, Stanislav Hadnagyev úr másfél évvel ezelőtt meghívott engem is, Dejan Petkovicsot, azzal a szándékkal, hogy készítsük el az édesapja monográfiáját. Azt szerette volna, ha ebben a könyvben bemutatnánk Iszidor Hadnagyev életútját és alkotói munkáját, mivel jelentős szerepe volt Óbecse, de egész Vajdaság zenei alkotó munkájában. Dejan jobbára a muzikológiára összpontosított, azon belül is főként a tambura zenére, én pedig az eredeti történelmi forrásanyagot használtam, amit nálunk Óbecsén a történelmi levéltárban találtam. Például a különböző kórusok gyűléseinek jegyzőkönyvét, régi újságokat, cikkeket, átiratokat, azokból az újságokból, amelyek abból az időből valók, és amelyek gazdag történelmi forrásanyaggal rendelkeznek. Úgyhogy én leginkább az eredeti forrás dokumentumokra összpontosítottam. A könyvben kellő figyelmet fordítanak az óbecsei alsófokú zeneiskolára, amit 1948-ban négy kísérlet után alapítottak meg Iszidor Hadnagyev jóvoltából. Októberben Száva Vukoszávljev, aki egyébként az ő kollégája volt zenei vonalon, határozatot hozott, hogy a zeneiskola megalakult, és hogy Hadnagyevet nevezték ki az iskola igazgatójának. Amit még fontos kiemelni az óbecsei zeneiskolával kapcsolatban, az az, hogy Iszidor Hadnagyev még 1950-ben bevezette a tamburát a zeneiskolába. Bár akkoriban ezt a hangszert még nem tartották hivatalos hangszernek a zeneiskolákban. Az egész Jugoszlávia területén a hegedűt, a zongorát, a harmonikát, valamint a trombitát használták. Az óbecsei zeneiskola volt az első és az egyetlen, amelyben bevezették a tamburát is. Különösen azt kell kiemelni, hogy Iszidor Hadnagyev számos kórus alapítója volt városunkban, jegyezte meg Szlávics. Iszidor Hadnagyev, mint elismert kórusvezető, mivel a két háború között négy kórust is vezetett Óbecsén, a jugoszláv haladó ifjúsági kórust, a szerb iparos társaság énekkórusát, a tanító kórusát, valamint a háború idején a szerb egyházi énekkórust, tehát mint egy tapasztalt kórusvezető, megalapította a Petar Konyovics kórust a zeneiskola keretében, melynek 42 szerb és magyar énekesekből álló tagja volt. Ez egy igen erős énekkar volt, amely részt vett a nisi kórus ünnepségeken. Magas szintű énektudásukkal és előadásmódjukkal figyelemre méltó eredményeket értek el.